Szeretettel köszöntöm és boldog új évet kívánok annak, aki még nem volt itt az idén, aki még nem találkoztunk. A Gödöllő környéki turisztikai egyesületnek volt egy találkozója még a múlt évben, már közel egy éve, és ott volt egy előadás Folt történetéről, és az nagyon tetszett nekünk, és gondoltuk, hogy ez Kistarcsán is érdekes lehet, mert hogy Folt építészeti történetéről volt ott szó. Aztán fölhívtam az előadót, és ő azt mondta, hogy akkor inkább aktualizáljuk egy kicsit ide Kistarcsára és környékére. És így lett ez az előadás, a Kistarcsa és környéki kastélyok, de Kistarcsáról is lesz majd szó. Bugár Mészáros Károly az előadó, és átadom a szót. Köszönöm szépen a meghívást. Hát ugye magamról röviden annyit, hogy én a műemlék építészmérnök vagyok, és a műemlék védelemben töltöttem el az életemet, tehát a pályámat. Az Országos Műemléki Felügyelőségen kezdtem, ott volt 13,5 év, ilyen műemléki területi felügyelőként. Aztán utána egy 5 hónapig a Kulturális Tárcánál a műemléki osztályvezető voltam, de csak azért 5 hónapig, mert utána munkaerő csábítás következett be, és akkor a műemlékvédelem, a Környezetvédelmi Minisztériumhoz tartozott, és én lettem a hazai műemlékvédelem átszervezésével megbízott miniszteri biztos. És akkor hoztuk létre azt a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő műemléki intézmény együttest, ahol nem volt már összeférhetetlenség a egyes területek között, mert ugye saját maga tervezte, saját magának hagyta jóvá, és saját maga kivitelezte, szóval egy nagyon érdekes intézmény volt. Ez egyszerűen azért volt, mert az építőipar annyira elrugaszkodott a történeti technológiáktól addigra, ugye a 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években, hogy fönn kell tartani egy olyan ipari intézményt is, amelyik ezeket a régiségeket meg tudja csinálni. Például gótikus mérműves ablakot tud faragni meg ilyeneket. Tehát ez. Aztán amikor ugye jött a rendszerváltoztatás, akkor persze ezek az emberek mind magánnál váltak, és akkor egy kicsit átszerződött az egész. Most egy olyan új intézmény jött akkor létre, aminek én voltam az alapító igazgató, ez a Műemlékek Állami Gondnoksága, ez a bezárt kastélyokból kastélymúzeum csináló szervezet volt, ami nemzetközi gyakorlatban mindenhol létezett, kivéve Magyarországon. Tehát például mondjuk egy angol példát, hogy az angoloknál 1895-ben alapítottak egy National Trust, egy nemzeti gondnokság, egy műemlékgondnokság szervezetet, ami ilyen félig meddig civil szervezet volt és adományokból élt, de hát azért az elnök a királynő mamája volt például, és később meg a trónörökös. Tehát. És volt egy másik szervezet, ennek 220 a nagy közönségnek megnyitott objektumuk volt, Zömében kastély van is. És a másik meg az English Heritage, az angol örökség, az inkább a műemléki hivatalnak felel meg, az pedig 280 ilyen nagy közönségnek megnyitott objektum rendelkezik. Ez összesen 500, most Angliában 1500 kastély van a látogatható kastélyok katalógusában, tehát így is azért ez egy harmada. Hozzá kell tenni, hogy ezen kívül rengeteg önkormányzati meg egyéb közösségi szervezet van, tehát az, hogy magánkézben van és mutogatják, az eléggé ritka. Ez Franciaországban van a Quesnesey Monument Historic, annak 100 objektuma van. Én ezeknek mind ismertem az igazgatóit, elkértem a pénzügyi rendszerüket, az alapító kiratukat, stb. Tehát, hogy hasonlítson a magyar szervezet. Olaszországban 93 főigazgatóság van, és van, amelyikhez 30 objektum is tartozik, tehát az mind állami kézben van. Tehát mondjuk úgy tűnik, hogy Angliában van egy ilyen félcivil, meg Hollandiában, de egyébként mindenütt állami kézben vannak ezek, mert hát ugye a másik az, hogy ez a műemlékvédelem legmagasabb szintű intézménye, ami úgy fogalmazható meg, hogy a tulajdonosi akarattal való fokozott értékkibontakoztatás, amit hatósági eszköz nem lehet előírni. Tehát ha valaki mondjuk vásárol egy kastélyt, azt mondom neki, hogy akkor restauráltassa belül, az összes freskót tárja föl, utána vásároljon bele történeti bútorokat, rendezze be és nyissa meg a nagy közönségnek, ezt nem lehet előírni. De tulajdonosi akarattal, szakmai szeretetből ezt meg lehet csinálni, és hát erre minden országban van intézmény. Hát ez volt a Műemlékek Állami Gondnoksága, ennek én voltam az alapító igazgatója 8 évig,
aztán utána az Építészeti Múzeum igazgatója lettem. De hát mindig is ez a történeti belső terek, a történeti háztartás, úgyhogy 88 óta én tanítom a Műszaki Egyetemi Emléki Szakmérnöki Szakán a történeti belső terek és társművészeteket, hogy gyakorlatilag az ikonográfiát is, mert a belső térben a freskók mit ábrázolnak még, az is az én tantárgyam. Most már több helyen, most már bölcsészkaron is a történeti segédtudományok tanszéken, akkor Kolozsváron is vannak kurzusok, és most meg a Metropolitan Egyetem iparművészeinél van egy kurzus. Na, kérem szépen, én végül is arra gondoltam, hogy hát ez a Fót környékét mutatnám be, ugye itt van a, igen, itt van Kistarcsa, de aztán gondoltam, hogy hát ugye itt azért Kistarcsához közel van a Gödöllői Műemlék Együttes, aztán Péccel is, azt például teljesen én indítottam el. És hát aztán itt van még a Rákos Keresztúr is, ahol szintén van egy kastély. Hozzá kell tenni, hogy Kistarcsán belül is van, tehát mondjuk itt, ha itt is van egy festet is, csak az magánkézbe került, és az ilyen magánháznak használják. Rettetesen szét volt verve 90-ben, tehát vakolat nem volt a falakon, meg mit tudom én, szóval egy nagyon rossz állapot. Na, elkezdtem összerakni az előadást, aztán körülbelül eljutottam idáig, és így már meg is telt a ma esti, úgyhogy valószínűleg egy második előadás is lesz, amelyik majd erre felé fog menni. És amire én igazán szerettem volna koncentrálni, az, hogy jó, hogy a Gödöllő most valahol tart, egyáltalán nincs kész, de hogy hát egy kastély az egy kastély együttes, egy nagy háztartás, és azon belül hát mindenféle olyan szatellit épületek vannak, mint borház, aztán egy ilyen tejkóstoló szalonnal ellátott tehenészet, a csárda, ugye, ami szintén egy nagyon fontos dolog. Maga az a templom, amiben aztán temetkeznek is, ugye ez lehet kolostor, és így tovább. Tehát sörház is előfordul, mondjuk az Gödöllőn a kastély mellett van. Hát nézzük meg, tehát itt Fóton vannak ilyen körök, amiket én berajzoltam. Itt van például a Fóti csárda, ugye, de Fóton belül a kastély mellett ott vannak ilyen borház, aztán tehenész, ilyen tejkóstoló hely, aztán egy olyan major, ahol aztán nagy tejgazdaság jött, itt ez a Zibül Miklós tervezte. Tehát egy csomó izgalmas dolog. Most ez a Veresegyháznál csak azért van egy kör, mert itt vannak a macik, ugye, tehát ez az a rész. És utána egy következő képre megyek, mert így jobban lehet látni, hogy Gödöllő most a kastélyt nem tárgyaljuk, bár ott is rengeteg dolog van, meg egy időben én indítottam el, meg egyesítettük a telkét, meg mindenfélét, a programját is, hogy körülbelül hogy legyen, hanem ami ott nagyon szomorú, hogy van egy óriási borház, ami be van zárva, egy fantasztikus tehenészet, amiben tejkóstoló szalon van, olyan kupolateremben, mint a Nemzeti Múzeumban, bezárva. Aztán itt van, mondjuk ez működik, ez a kapucinus, a Mária Besnyő, az működik, ez a sírtám, és hát itt van a bizonyos bagi csárda, a kisbagi csárda, ami inkább itt van, tehát a régi út mellett, csak ide van írva. Ez működik, de nagyon össze-vissza van gányolva. Tehát ez, és egy-két olyan példát is hoztam, amit mondjuk én magam csináltam még a 80-as években, a Kondorosi csárdának a rekonstrukciát, vagy a Gyulai Biedermeier cukráznak, hogy lehet ezt csinálni, ha valaki rendesen neki fog. Hát, de mielőtt ide kerülnénk, azért egy-két olyan dologról is érdemes beszélni. Ugye volt egy kínai nagyfal Magyarországon, ez itt van, ugye? Itt elindul Dunakeszinél, Miskolc alatt megfordult, Debrecent körülvette, és lement az Aladunáig Kevivárába. Na most ez itt húzódik el, ennek egy szárnya gyakorlatilag hát Kerepes és Gödöllő között, de hát itt a Kerepes ugye a tőszomszédságunkban van. Ez egy olyasmi fal, amilyen sövényfallal készült, és egy árok is tartozott hozzá. Ez mondjuk egy váron látszik, de ez a szerkezet, ez egy elég ismert dolog.
ezt gyakorlatilag szarmaták építettek Krisztus után 322 és 32 között. A szarmatákról annyit kell tudni, hogy úgy tűnik, hogy nekünk vérszerinti elődeink, tehát ezek a honfoglalásig is itt végig itt voltak, szarvasosak voltak azonos ezért. Tehát az, hogy Árpád jött segíteni, mert a német-római császárság belefoglalt Magyarországba, az nem azt jelenti, hogy akkor honfoglalás volt, mert hát már Kristó Gyula, ugye a Szegedi Egyetemnek a rektora is taglalta azt, hogy ki volt az az üsübő, az az ősbő, aki ugye fölvezette az Árpád, Somogy megyében nem is jártak a honfoglalók, mert ott végig a magyarok éltek, és tovább is egy csomó helyen úgy tűnik, tehát például Egerbe se voltak, mert ott is meg volt. Tehát gyakorlatilag nem kellett az országot nagyon elfoglalni, mert nagy részt a mieink voltak. A legújabb elképzelés az, hogy volt egy kirajzás-visszatérés, ami egyébként ma is van. Ugye sokan mennek világgá, aztán hazatérnek. Most kérem szépen, itt van ez a bizonyos, itt van Mogyoród, ugye ez a, majd fogunk látni egy-két részt, tehát itt Dunakeszi Fót felől jön a Mogyoródi patak, ami a Duna felé megy, az a határ, és utána itt oda van írva Csörszgráben, Csörsz árka. Tehát és ez a Gödöllői kastély. Itt. Tehát mondjuk van itt nekünk egy ilyen. Egyébként ennek a szarmata limesznek egy darabját rekonstruálták Debrecen mellett, régészek föltárták, és ott csináltak egy bemutatást. Itt látszik közelből, hát ez ugye németül van, ez az első katonai felmérés, 1780-valahány, ugye elég sokáig tartott, ez a Gödöllői kastély, itt a parkja, és itt van a Csőrszárka, tehát ez gyakorlatilag az a hely, ahol egy könyök van ennek a bizonyos Gödöllőre menő régi országútnak, és ott megy keresztbe. Most ilyen részben erdő van itt, meg megy az autópálya, stb. De hát mondjuk ezért nem jó, hogyha nincs sötét, mert ugye ez egy légifotó, és hát ezen lehetne látni, hogy mi hogy van. Na kérem szépen, ha ilyen korai dolgokról beszélünk, akkor ugye itt van ez a bizonyos Mogyoródi patak, és hát ez ugye Fót felől egyre magasabb partfala van, és gyakorlatilag ez az a valami, ami azért érdekes, mert aztán amikor átlép Fótról Mogyoródba ennek az ároknak a része, hihetetlen módon valami 15 méter magasra fölmegy a partfal, és a II. Világháborúban használták frontnak. És még mindig ott vannak a katonateknők, ezek itt a katonateknők itt a szélén, ahova beásták magukat, és hát itt látszik is, hogy ez egy milyen meredek dolog. Tehát nekünk itt van egy ilyen földfalunk, ami érdekes, és hát ez úgy nagyon közel húz el Kistarcsához is, Kerepes mögött. Egy másik téma is volt, ez a bizonyos, az István király művész, ez a Györfi György, a legjobb ilyen középkoros történészünk volt, már nem él, de neki volt egy megfigyelése a kettős helység nevekkel kapcsolatban, hogy van a téli szállás, nyári szállás, téli szállás általában a hegyek mellett, néha a nyári az vizek mellett, de van, amikor egy-egy folyószakaszt védenek. És hát ugye ezzel a korszakkal foglalkozik, ugye itt van Árpád, ezek az évszázadok, ugye itt. A Solt, a Zoltán is lehet, itt közben egyébként a Szabolcs is fejedelem, ennek egyszerűen az az oka, hogy az ötödik gyereke volt, vagy a legfiatal fia volt az Árpádnak, akit ő utódának kinevezett, de 10 éves volt, 10-12, és akkor mellé rendeltek egy karcsát, ugye ez van az egyik krónikában. Hát a karcsa az az országbíró, és én nekem az érzésem, hogy tarcsa vagy karcsa az azonos rang, ugye? Tehát ez ugyanaz a dolog lehet, tehát Kistarcsának egy ilyen országbírói rangja van. Van, ahol karcsa nevű település is van egyébként, a Csalóközben 10 karcsa, mi családunk onnan származik, de a 1600-es évektől. A másik karcsa pedig ott van Sárospatak mellett, ami ráadásul egyéb dolgokkal meg van jelölve. Egy kicsi ideig a fajsz volt, aztán a taksony. A taksony 15 évig uralkodott eléggé jó külpolitikában, és jön a Géza. Hát kérem szépen, és vélhetőleg ez a templom, ami itt Kistarcsán volt, ez vagy még taksony, Géza, vagy Szent István korabeli lehetett, tehát ezért jelentős szomorú, hogy elvétek. Na itt van egy ilyen példa, ugye itt van az Árpád viszi a fő
partvonalat. Ugye a Kurszán a Kündő. Hát volt ugye, az Árpád volt a Gyula, a Kurszán volt a Kündő, hát a Gyula az egy ilyen katonai főparancsnokszerű, később inkább a erdélyi vajda szerepet töltik be. És akkor itt vannak a fiai, ugye van az Üllő, annak van itt egy partvonal a Kalocsától Üllőig, akkor a Jutas az ugye ezt a bizonyos Sárvíz és Veszprémi vonalat viszi. A Tarhos az itten a Kapos folyó környékén, és a Zolta pedig itt lent ezt az alsó részt. Most ez a Kalocsa nekünk azért fontos, hogy akár Vác, mert ott vannak olyan alaprajzú templomok, amik bennünket érintenek. Most ez egy másik, ez a Györfinek a forrása. Itt látjuk azt, hogy a horka az a bulcsú, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát de a horka vagy a karcsa, ezek ilyen országbírószerű emberek. A tétény vagy töhötöm, ugye, ez itt a Kündő ebbe az esetben, tehát a Kurszán után ő a Kündő. Itt van az Árpád, ezek, hogy mikor ugye uralkodnak, és hát itt a Szabolcsnak van egy valami, nem lehet tudni, hogy honnan került elő, valami unokatestvére lehetett az Árpádnak, aki egy ideig helyettesített. Most kérem szépen, hogy a Szabolcsnak itt van egy ilyen az Árpád nyomvonalát követő nyomvonala, volt egy korábbi, ugye Szabolcs megyében, de akkor átkerül ide. A tétény az a töhötöm, tehát ő a Kündő itt megint. És hát kérem szépen, menjünk tovább. Ugye itt lenne a Solt. Ezek egyébként a külső csaták, amiket megnyertek Európába. És itt van a Fajszfegyelem, ugye itt megjelenik már a Tas, ugye itt ez a mi vidékünk. Egyébként a Zalaváron van egy olyan templom, itt van a bulcsú, még mielőtt elmegy, de valószínűleg a bulcsú csináltatta azt a templomot is, ami itt van Fót határában. És ami jellegzetes az, hogy olyan szentély van, aminek a diadalíve nem ugrik be. Tehát olyan, hogy gyakorlatilag a hajó szélességével egyforma az apszis. Ez egy nagyon korai típus. Ez Zalaváron van, a Szent Adorján templomnak az alapfala, amit ráadásul még nem is biztos, hogy hát még lehet, hogy a 800-as évekbe készül, tehát egy nagyon korai dolog. És akkor jön Taksony. Ugye itt van a Taksonynak a partvonala, és hát ő alapítja Pestet. Egyébként az, hogy Pest régebbi, mint Buda, ennek egyszerűen az az oka, hogy akkoriban a világ közepe Bizáncban volt, és nem Nyugat-Európában. És akkor a fölfelé áramló forgalmat fogta ő meg. Ugye ezen az oldalon lehet úgy följönni a Dunán, hogy kevésbé kell erősen evezni, a másik pedig inkább ugye erősebb az lefelé. Egyébként a Buda és a Pest az így kapcsolódik egymáshoz, ugye ez a... És ott volt a lánc, és a déli vámot szedte a Pest, és az északit a Buda. Ugye? Tehát ezek így nem nincsenek egymással szembe. És kérem szépen, ez a Taksonynak a külpolitikája, hát ez itten Kijevtől Rómáig terjed. Itt a Györfi egy olyan problémát feszeget, hogy a bizánci, tehát a német-római császár elvesz egy bizánci császárlányt, és akkor ebből az a kalamajka keletkezik, hogy össze harapófogóba kerül Magyarország, és ő valamilyen úton módon Rómába akar kapcsolatot teremteni, a kémei, illetve a hírnökeit elfogják, és attól kezdve püspököt a németek adnak nekünk. Most kérem szépen, itt van még egy. Hát itt az egyházmegyék hogy voltak? Itt úgy látszik, hogy mi a Veszprémi püspökséghez tartoztunk az első időben. Ugye? Tehát ez még akkor a Vác nem jön létre, ugye? Kalocsa megvan. És ez a kalocsai érseki templomnak az első alaprajza, ahol szintén a diadalív nem szűk, tehát a szentély nem szűk abban a hajónál. És valami építmény volt a nyugati végén, sok esetben egyébként az egy palota is lehet, tehát ott lehet, hogy ott lakott a püspök az első időben.
mondjuk a gyulafehérvári székes egyháznak ez a jobboldali tornya olyan nagyon nagy, és az egy lakótorony, és úgy néz ki, hogy egy ilyen királyfogadó, és a baloldali tornya a püspöknek a románkori lakása. De ilyen nagy torony volt Esztergomba is, meg sőt a Székesfehérváron is olyan ormótlanul eltért a tornya magához a templomhoz képest. Tehát itt van ez. Na most itt a kis tarcsa, ugye? Hát itt mondjuk ez a rendesen északra tájúval, itt látunk valami foltot, meg nem tudom, hát, hogy hol volt pontosan az a templom, ezt a részt mutatják a régészek egy ilyen ívet, hogy ott kéne legyen, és erre hívnám föl, ez az első katonai felmérés, a Wachthaus, a csárda. Most csárdákról lesz szó, úgyhogy ezért hívnám fel a figyelmet, hogy itt is volt, hogy aztán valami házba becsomagolva megvan-e még, vagy nem, ez egy jó kérdés, de hogy kell bánni egy csárdával, az mondjuk a kondorosi csárda esetében jó példa. Többi esetben nem annyira, itt is megvan a csárda, a Wachthaus, ugye itt az országút mellett. És itt is ezek csak kelet-nyugati irányúak ezek a házak, tehát mondjuk a templom az biztos kelet-nyugati irányú volt, azt úgy szokták tájolni, tehát ott kell keresni. Na ez a kistarcsának a régészeti topográfiai térképe, és ez az ötös, ezen van rajta a középkori templomuk. Egyébként sok szava van itt, tehát a szarmata, 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 tehát például itt nyugodtan föl lehetne tárni valami falusi házat szarmatáktól, és akkor az avval lehetne valamit kezdeni. Hát ugye itt a határ nem volt messze, tehát valahol itt volt a limesz. Hát itt még közelebb látjuk, tehát ez az ötös. És itt van a kis templomunk, ugye? Tehát ez mondjuk legkésőbb, tudom, hát ugye a kalocsa az 1008-as vagy 1006-os, tehát ilyen egészen korai. Tehát a legkésőbb Szent István korába készülhetett. Ennyi volt 1867 körül, amikor ezt lerajzolták. Most, hát ezt elbontották, mert kellett az új templomhoz a kő. Bár akkoriban volt levelezés, hogy ha adnának egy kis pénzt, helyre lehetne állítani, stb. De végül is nem tették meg, ez egy elég nagy baj. Ugye, hát itt látjuk az alaprajzot. Itt ilyen látképet, ezt maga Arányi készítette, ő egyébként kormonsznok professzor volt, és ő alapította a Budapesti Egyetem kormonsznok tanszékét, tehát amikor a szobrát avatták, akkor én nekem kellett beszélni, mint építészeti múzeum igazgatónak, hogy méltatni a munkásságát. Mindenesetre annak ez úgy történt, hogy volt a Műemlékvédelem intézményének elődje, a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Országos Egyesülete volt, és abban működtek ők így. A nemzeti értékeket részben, természeti részben műemléki értékeket is védték. Na hát ez a Váci székesegyháznak a legújabban feltárt alaprajza, hát itt is úgy egybe van, csak mondjuk hát ez egy hárommajós, de akkor is ugye ez a fajta, na hát ez már ugye a 70-es években épül, 1070 körül, ugye Géza és Szent László kora, tehát ugye a mai térképen ugye ez a bizonyos terület, ahol meg kellettne találni ennek a templomnak az alapfalait, az valahol erre van. Ugye mi most itt vagyunk, valahol itt nem fél úton. Na most ugyanilyen temploma volt Kerepesnek is, ezt is elbontották a szerencsétlenje. Volt egy keresztelőmedencéjük is, ami lehet, hogy megvan, mert azt mondom. Az megvan Kerepesen? Az nagy dolog. Én egyszer összeírtam a keresztelőmedencéket, hát amit én megtaláltam, összesen 20 volt a középkori keresztelőmedence a 4-5 ezer településben, tehát mondjuk ezek nagy dolgok, ráadásul ez talán a legkorábbi és a legrészesebb. Arra viszont azt írja a topográfia, hogy barokk, mert meg kéne nézni. Lehet, hogy rosszul írták. Tehát mondjuk, és hát itt van ugyanez a típus. Tehát egy nagyon értékes környezet ez itt a Pest környéke. És hát mondjuk érdekes módon a legjobban elhanyagolt magyar, mondjuk kormányzatba, tehát a Pest megye az egy különös elhanyagolt rész. Most, hogy lepróbálják szakítani Budapestről gazdaságilag, és akkor talán valami támogatást. Hát így nézett ki. És akkor visszatérünk egy kicsit korábban, hát ez egy olyan térkép, hogyha nem lenne ennyire világos, itt a Margit-sziget, ugye ezt fölismerjük, ez a Városliget. És akkor ez a ugyanakkora, vagy majdnem nagyobb, ez a Fóti kastélypark, ezek a lovas helyek itt Alagon, és itt van egy pont, meg itt,
ez két középkori templomról, mindegyikből van valami, a Fóti, ez a horkaféle, ez bizánci dolognak néz ki, tehát olyan, hogy kívül sokszögű, belül félkörös a szentélye, ilyen csak Bizáncban van, tehát még egyszer ugye ez a Fóti kastélypark, ebből ennek egy negyedét, ezt elhasználták lakóparknak, ez olyan, mint a Margit-szigetet használták volna, mert ugyanolyan színvonal a kerület, rendkívül erkölcstelen dolog volt. Itt van ez a bizonyos régi Alagi Major, ebben van a középkori templom, ez egy kerek templom volt, tehát ez is ilyen Szent István korabeli lehet, és itt van a másik. Tehát itt a Horkának volt a temploma, ugye? Tehát ugye a Bulcsút azt már 955-ben megölték Augsburgnál, és 948-ban megkeresztelkedik Bizáncba, valószínűleg a Hagia Szófiába, tehát a bizánci császár keresztelteti meg. Itt van ez a bizonyos pötty, ebbe van benne a dolog. Itt van egy átjárás, ez a Váccra menő autópálya fölött. Ugye itt van az egyik templom, és itt a másik. Ezek ugye egy kilométerre vannak egymástól légvonalban. Tehát ugye itt mutat ez a térkép egy helyet, itt van a Zombor. Ő azt mondja, hogy Zombor volt az a Gyula, aki megkeresztelkedett 953-ban, tehát egy 5 éves szerződés kötve, 48-ban a Bulcsú és a Zombor, aki egyébként úgy tűnik, hogy a Saroltnak volt az édesapja, tehát a Géza fejedelem feleségének volt az édesapja. Itt meg is van a templom, egy kerek templom. Az viszont érdekes, hogy a másik ugyanilyen kerek templom, ami kívül körbelül hatkaréos, meg fog mutatni, az Karcsán van. Most elképzelhető, hogy ő is úgy járt, hogy először volt ő Karcsa, országbíró, aztán lett Gyula. Ugye? Na most ezek a valamik, amik itt mutat, ezek a pöttyök, ezek bizánci régészeti leletek. Tehát, hogy itt azért a bizánci kapcsolat akkor még eléggé alapos. És hát ebben az időben van itt ugye a tas. És úgy néz ki, hogy a Bulcsú is, mint Horka. Ugye vannak ezek a Horány, meg ilyesmi. Na, itt van ez a 76-os arány, itt is járt. Ennyire megvolt a templom. Érdekes módon akkoriban azt mondták, hogy na hát belül félkörös, kívül sokszögű, akkor ez a román korból átmegy a gotikába. Hát aztán én nem tudom, hogy hol jártak ezek iskolába, de hát ilyen nincsen. Ugye, mert ez is egy 5. századi konstantinápolyi templomnak a szentélye, ugye kívül sokszögű, belül itt van az énekkarnak a helye. Vagy a Hagia Szófiának is ugyanilyen a szentélye, ahol megkeresztelkedtek. Tehát, hogy mondjam, és emiatt aztán én szerintem, ott ráadásul körülbelül így combmagasságig megvan a fal. Még most is, bár a háború előtt megvolt egész fölig, csak az oroszok ilyen lőgyakorlatnak használták ottan azt, és akkor szétlőtték. A pusztaszernek is megvolt a teljes nyugati homlokzata, az oromzata, azt is az a lőgyakorlaton lőtték szét a háború után. Na kérem szépen, szóval ez pedig a Hagia Iréné, ez még régebbi, ez is ilyen egyíves, tehát ez ilyen 400-as években épült Bizáncba, tehát itt tulajdonképpen egy bizánci, talán az ország legrégebbi keresztény temploma, mondjuk eltekintve a pécsi keresztény dolgoktól. Ez a bizonyos. Vagy ez a Hozius Lukász, hogy ezt mennyire megtartották ezt a stílust, hát ugye egyszer azt mondja, 10. század, 11, két templom van, itt is az ebelül körös. Ezek a legjobb ilyen, hogy mondjam, késő bizánci templomokat, Athén kívül én jártam ezeken a helyeken. Ugye itt lehet látni még egyszer. És akkor nézzük meg a Zombornak a templomát. Itt van a Zombor. A kis Zombor az Makó előtt van, tehát van köztük egy híd a Maroson gyakorlatilag. Ez a Makó előtt van. És ez abban a szempontból érdekes, ezt aztán levágták, ez rajta volt, ráragasztottak egy 1902-es, 3-as neoromán templomot, azt levágták, hogy mégis legyen ez így egységes. De ennek van egy nagyon érdekes ilyen karzatról fölvezető lépcsője, nekem az az érzésem, én a lakótornyokkal is foglalkozom, annak a háztartási működése, stb., hogy bizony e fölött ilyen fából készült lakóemeletek lehettek még aránylag elég sok, tehát akár lakhatott itt még a Sarolt is, meg a Zombor is ezen a helyen. Sok ilyen torony van, ami alul kápolna fönt lakás van, hát még ilyen volt a koronaőrző torony is Visegrádon, és itt tovább Lékán.
lehet mondani. Ez az alaprajza. Tehát ez egy kívülkör belül hatkaréos, ez gyakorlatilag egy Krisztus monogram, de ha egy hópi hét, egy égi jelet fog meg valaki, akkor is ugyanez ez a dolog látszik. Ez viszont az az áldoztató paténa, amit Bizáncból csentek el a velenceiek, és lehet, hogy ennél áldozott, amikor megkeresztelték az ombor. Ez a karcsai templom, ahhoz is épült egy románkori hajó valamikor a harmadik Béla korában, ez is magyar területen van, tehát ez Sárospatak mögött az országhatárnál található. És most helyre lesz állítva, hát az tulajdonképpen három periódus, ott a nagyszülőké a közepe, egy testvér a jobb és a bal fele, az egyikben van a krakkeres freska, a másikban volt a könyvtár. Most a könyvek is megvannak, csak az evangélikus egyház központi könyvtárának vagy az evangélikus főiskolának a főkönyvtára, tehát mondjuk azt nem adnák oda-vissza. És akkor van egy ilyen 1790-es szárny, amelyik az unokájé volt. Na, kérem szépen, itt még van a gerény, ez meg megint a horány, tehát ez ugyanaz a dolog, mint a horka. Ez már Kárpátalján van, ott van a harmadik ilyen hatkaréos, sőt, van egy Kolozsmonostoron is föltárva egy ilyen dolog. Na, kérem szépen, megnézzük a másikat, ugye átmegyünk a hídon, ez a alagi, középkori valami. Itt lehet látni, ez egy kerek templom alapfa, de a gotikus szentélyének megvan a fala. Én ezeket visszaépíteném azért mindegyiket, mert így rommal mit lehet kezdeni? Hát semmit. Föl lehet mászni a falra, más nem is lehet kezdeni vele, ugye, de azt pedig nem szeretjük, úgyhogy itt van egy korábbi alapra, ez azóta itt egy kis apszis előkerült, ez meg talán valami lakórész ott, tehát hogy egy kis paplak. Na szóval ilyen kerek templomok, ezek szintén Szent István korabeliek. Ez például Sárospatakon a gotikus templom kerítő falánál került elő egy ilyen. Hát itt eznek is ilyesmi alaprajza volt, de van, ami áll. Tehát mondjuk ez a nagy tótlak, ez ugyan Szlovéniába átesik, de az mondjuk épp. De van Magyarországon is ilyen, tehát mit tudom én, az őskű, vagy az egyebek. Ugye föl lehet mászni rá, igen. És kérem szépen, hogy itt van a gótikus szentély, ebben megvannak a románkori szentélynek az elbontott kövei is. Valamilyen vöröses kő, egyébként ilyen kőből volt ez a kis tarcsai templom is, amit esetleg meg lehetne találni. Na szóval kérem szépen, és akkor most kezdjük itt a kastély ügyeket. A Fóti kastélynak a hivogató ilyen turisztikai műlapja 1858-as már bemutatja, hogy mi mindent lehet látni. Fóton kérem szépen, ugye van az Ibbülféle templom, és itt van a kastély tóval, ez a tejkóstoló szalon, mellette volt egy tehenészet, itt is van a kastély, itt is van a kastély, és itt kérem szépen a templommal összemetsződik valami kerti pavilon. És akkor ez pedig a kastélynak egy oldalszárnya, tudnélik, ez korábban az ország bírójé volt, ez a Galántai Fekete György, legnagyobb agy volt a jogtudomány történetében. Most is foglalkoznak vele a kúria különböző konferenciáin. Például ő írta meg az ügyvédi vizsgának a teljes szerkezetét, ma is azt használják, de ez Mária Terézia alatt, illetve ez olyan nagy ember volt, hogy okosabb volt, mint a Grassalkovics, és ezért a Grassalkovicsot a királyi személynöki székből elcsapta a királynő, és helyette őt ültette be. Szóval csak, hogy azért mondom, de kihalt a családjuk, és emiatt aztán nem nagyon tudnak róla. Tehát őtőlük megvette a Csekonis család egy rövid időre, de praktikusan csak 8 évre, és akkor került a Károlyékhoz, vásárolták meg 1808-ban a birtokot. Most ebből az időből egyébként van egy kastélyszárny még, ami megvan, és itt mellette pedig van egy narancsház, amit akkor már valószínűleg istállónak használtak, amikor ez a rajz készült. Tudnék, amikor a vonat megjelenik Európába, akkor az összes ilyen narancsház, meg a gőzhajó, ugye az összes narancsház az értelmetlenné válik, mert
Afrikában, mindenhonnan annyi narancsot hoznak, amennyi körülbelül. Ugyanez a sörgyárak, a régi sertőzdék is mind tönkrementek, mert ugye a vonattal a sörgyárakból hozták a sört, és akkor már nem volt érdekes. Tehát ez a két dolog, ami a vonat áldozatául esett. Hát itt van Károly István, kicsit soványabb lett, mert a vetítő nem tudom mitől ilyen, mindegy. Na kérem szépen, ez a kastély, ugye, még egy pillanatra még körül fogunk nézni a parkban. Ugye itt volt az a kép, tehát Margit-sziget, Városliget és ez az óriási park. Kérem szépen, ez így nézett ki, ilyen nagy. Mondjuk a Margit-sziget az így ekkora körülbelül. És ennek ebből a részéből csináltak egy lakóparkot, azért, mert a munkásőrség azt elfoglalta, és valaki megmutyizta azt a részét a parknak. És akkor ez úgy. És aztán elkezdenek kivágni fákat, tehát olyan töménytelen történeti régi fát vágtak ki bele. Na kérem szépen, az ilyen parkoknál az egy nagyon fontos dolog volt, hogy tehenek sétáljanak benne, mert az hozzátartozik a tájhoz, meg birkák, meg ilyesmi, tehát ez egy tájképi, ezek ilyen tájkép festmények, mindenütt vannak tehenek, birkák, stb. Tehát néhány ilyen példát mutatok ez is. Ugye, tehát ez az 1700-as évek vége, 1800-as évek eleje. Ilyen képek készültek, ahol az idilli tájban mindig vannak ilyen tehénkék, bárányikák, egyebek, stb. Na kérem szépen, hát valami ilyesmi lehetett, és tényleg volt is egy ilyen tehenészet, ott közel ahhoz tartozik a tejkóstoló szalón. Ez egyébként egy Markó kép, amelyik egy ilyen táncoló társaságot, de hát ugye Markó is ugyanebben a történeti környezetben élte. Na itt van ez a 1950-es légi fotó, ahol már a munkás őrség beköltözött ide hátulra, és egy ilyen lősávot építettek ki, hogy ott valaki be akar hozzájuk jönni, akkor az lelövik, de hát ki az az őrült, aki oda be akar menni. Ugye, és akkor itt volt az a rész, itt van a kastély, ugye itt van ez a tejkóstoló, és itt volt egy ilyen nagyobb legelőszerű, amit aztán ki is vágtak, ahol a teheneket kellett mutogatni. Viszont van a Mogyoródi pataknak egy új medre, ez volt a csatorna, és volt a régi medre, amelyik viszont nem adta meg magát. Én ugye műemléki felügyelőként Alfölddel foglalkoztam, ott a vízügyi igazgatóságok jelentősek voltak, és mindig tanítottak, hogy nem lehet csak úgy elterelni egy vizet, mert a föld alatti meder ott marad alatta, és ha valaki azt mondjuk keresztbe elvágja egy alapfallal, akkor minden úszik. És hát itt is most kezdi visszaszedni a régi meder magának, ami mondjuk a parknak ehelyett való fejlesztését azt ott arra felé meg lehet oldani majd. Na hát kérem szépen, én dánvadakat tennék bele, mert az egy nagyon kedves dolog, a gyerekek is szeretik, de olyan vigyáznak, mert mindig arrébb mennek, tehát egy olyan 50 méteren belül nem lehet őket megközelíteni, tehát nem veszélyesek. Úgyhogy ez lenne a nagy terv, hogyha a parkot vissza lehetne. Egyébként privatizálták a felét, úgyhogy még azt vissza is kell vásárolni, aminek háromnegyed része az egybe van, de sok tulajdonú erdő. A másik meg ilyen krumplifődek vannak, meg paradicsomfődek vannak benne a kastélyparkban. Ezt meg lehetne csinálni Margit-szigettel is, olyan okos dolog lenne, nem? Mert ugyanaz a színvonal, tehát időben egyszerre készült a két jelentős park. Ráadásul Budapest az a legközelebb álló dolog. Tehát itt vannak a lányok, külön vannak meg a fiúk, a dánvadaknál, kérem szépen, nagyon szép lesz. Hát valami ilyesmit kéne ott csinálni. Magyarországon vannak dánvad telepek egyébként néhány helyen, úgyhogy majd onnan biztos lehet szerezni. Aztán sikerült egyszer, amikor, mit tudom én, egy 8 hónapig, vagy meddig, lehet, hogy csak 7 hónapig voltam Fótváros főépítésze, és akkor hát főleg azért vállaltam el, hogy belelássak ebbe az egész történetbe, és akkor előkerült a padlásra egy olyan kataszteri térkép, ahol mérnökileg meg volt mérve pontosan minden a tisztás, meg a gyepek. Ez például egy ilyen fűszerkert volt. Ugye itt van a kastély, és nagy rálátások is megvoltak, tehát hogy milyen irányból fölbukkanjon a kastély, ha jövünk, ugye? Ez az a nagy út egyébként, amin fölvezették Pest felől. És kérem szépen, itt ha megnézzük, itt van egy kis kastély, a harmadik feleség, mint özvegy ide költözött, és akkor az is optikailag össze volt kötve a kastély. Tehát egy nagyon érdekes dolog. Ezek a csillagok viszont még Galántai Fekete Györgyféle vadász csillagok,
mert tudnék, akkor még a kastély körül még voltak itt házak, tehát neki egy külön vadaskertje volt, és a Károly István egyesítette a kettőt, létrehozta ezt a gyönyörű tavat, és így tovább, amiben egyébként egészen különleges kagylók vannak, ilyen tenyérméretű házikókkal, meg minden. Tehát még a béka is ugyanolyan, mint a Pommersfelden is Önborn kastélyban, a parkba. Na hát itt nem látok semmit. Itt egyébként kellett volna látni egy olyan légifotót, amin egy ma is felfedezhető vadászcsillag van a benne. Hozzáteszem, hogy a privatizált kert részben, itt úgy látszik, hogy ez a... Na hát itt van a tó, ugye? Gyönyörű ez a tó. Van olyan része is, van benne egy sziget, és van egy olyan, hogy olyan nagyok a fák, hogy egy alagutat képeznek a szigeti fák a szélén lévő fákkal. És hát több tó is van, és ez a tórendszert meg lehetne hosszabbítani abba az irányba, ami most nem tartozik a parkhoz, de a helyett, amit elfoglalt a lakópark. Na, menjünk tovább. Kérem szépen, nézzük meg ezt a narancsház történetet akkor, mert bár nem lehet, hogy még a... Még inkább először a kastélyt. Jó van, nézzük meg a kastélyt. Ugye itt bizonyos összelátások vannak a tóval, ez ma nincs meg, mert építettek mondjuk erre a nézetre pontosan egy orvosi rendelőt, amit már kiürítettek, de most üzembe helyezték a szülő nélkül menekülő fiatal gyerekek számára. Szóval én szerintem ez az erővel Margit-szigeten és a Városligetben is el lehetne helyezni őket, mert azonos színvonalú történeti örökségről van szó. És hát itt van ez a bizonyos dolog, ami hát nagyon érdekes. Én megkérdeztem a gróf urat, hogy mondja meg nekem, hogy ez mi ez. Ugye ez egy négy oszlopos, a kastélynak hat oszlopa van. Azt mondja, kileg szépen, hát én nem tudom, hát érezni, hát ugye itt volt gyerek. Hát nincsen, az nincs meg. Az csak oda képzelték. De hát ez olyan dolgokat mutat, mind ami megvolt akkor, ugye, tehát gyanús volt nekem, hogy azért az mégiscsak meg kellett legyen. Na hát itt van a kastély. Kérem szépen, Magyarország legjelentősebb klasszicista kastélya, aminek a széleit már az Ybl Miklós tervezte fiatal korában. Vannak is ilyen naplók, például Bártfai Lászlónak a naplója, ő a Károly Györgynek, az öccsének volt a személy titkára, ugye a Kisholdi Társaság szervezője, és néha találkoznak Károly Istvánnal, vannak bizonyos közös vagyoni ügyek, azt intézik, és akkor eljött a fiatal építész vele, úgy hívják, hogy Ybl Miklós. Na, kérem szépen, ez pedig ugye, nem hasonlít, ugye? Ez a norvég királyi palota. Most is benne lakik a király, ugye? Na hát ez az, amit mi nem veszünk figyelembe, hogy ilyen kitűnő dolgaink vannak. Ez a hatoszloposság, ez az aténi Erechtheionnak az egyik homlokzatát mutatja. Itt ugye nincs meg a timpanon, csak itt elindul, de itt tudok mutatni egy rekonstrukciót, hát valami ilyesmi, ugye? Tehát akkoriban ezt nagyon alaposan tudták, fölmérték. Ugye már akkor teljesen vissza lett foglalva a 40-es években a Atén és a Görögország. És hát kérem szépen, ugye itt van ez a bizonyos timpanonos portikus. Ha belenézünk, ez az a szárny innentől így, amelyik a barokk kastélyból maradt, és hát itt van előtte. Itt a földszintre helyezték át a díszteremsort, és itt ha elforgatjuk, akkor itt rá is írogattam, hogy mi micsoda. Ez egy ilyen nagy ebédlő táncterem, ez egy királyi hálószoba lehetett, itt volt is egy fürdőszoba, ezt most valami filmesek itt egyesítették egy térré, és a lényeg az, hogy a kád megvan a kertbe. A vörös márvány kád ide ki van rakva körülbelül ide a kertbe. Azt emellett nem hiszem, hogy vitték volna. Akkor van a királyi szalon, tehát hogyha a király jön, aludt is itt a Ferenc Jóska, meg Erzsébet is, akkor itt ez neki a nappali szobája. Ez egy ilyen irodalmi szalon, itt van benne két oszlop, ez tulajdonképpen kellett is a háttérben. Minden klasszicista a nagy teremben vannak ilyen térbe osztott oszlopok, pesti Marcibányi palotába is, meg egyéb. A könyvtár, ami ugyanolyan, ez egyébként ennek volt fölfelé is egy csiga lépcsője, föl lehetett menni egy dolgozószobába, és ez is egy könyvtár volt, és ezt időnként használták kápolnának, de szerintem eredetileg egy kis házi színház volt, ez pedig egy dolgozó szoba.
és akkor az emeleten ott volt három lakosztály körülbelül, ami hát itt van a díszterem, nagyon szép a díszítőfestés, ennek megvan az eredeti csillárja, tehát az archív fotókból megállapítható, és hát itt különböző szimbólumok vannak a mennyezeten. Ez is egy ilyen 1840-es években. Ez hozzá nem nagyon nyúltak, tehát emiatt mondjuk ez. Itt is először oroszok voltak, aztán magyar hadsereg, és 56-ban a letartóztatott és kivégzett embereknek a gyerekei gyűjtötték ide össze. Tehát ez a Fóti gyerekvárosnak a története, de hát azok ma már nagymamák, ugye, nagypapák. Hát kérem szépen, ez volna a királyi szalon, most ugyan nincsen benne semmi, és hát nagyon díszesek, nagyon szép, hát ugye a görög-római építészetnek a műrészletei vannak rajta. Ez viszont a középső, tehát a nagy timpanonos portikus, tehát a nagy oszlopcsarnok mögötti nagy szalon, itt voltak a Markó képek, egyébként a Visegrád az meg is van, egy pár megvan a Nemzeti Galériában. A Csillárt még a család kicserélte, a klasszicista Csillárt, egy olyan Csillárra, amit egyébként ugyanolyat a Tudományos Akadémiának a felolvasó termébe lehet látni egy párad belőle, azt a típus, de ez egy ilyen 1900-as évek elejé lámpa. Ugye itt ez a mostani állapotja, időnként rendeznek benne lagzit, meg közétkeztetést tartanak. Itt van a Markónak a visegrádi képe, ami megvan. És kérem szépen, ugye gyönyörű oszlopok vannak itt, ez egy ilyen márvány stukkós oszlop volt. És ez az, amikor kicserélték már Csillárt, ez a 20. század első feléből így használták a termet. És mögötte ez a könyvtár. Ugye, itt ez a csigalépcső eltűnt, itt föl lehetett jutni, talán volt valami bővület az emeletre is, egy nagyon komoly, nagy, körülbelül egy ilyen 20 000 kötetes könyvtár volt itt. Ebből bizonyos részek megvannak, például állítólag volt egy nagyon komoly angol szak sorozat, ami az angol tanszéken van, és a család nehezen tudja ő belőlük kioperálni, a bölcsészkarra kerül. Így néz ki most, hogyha éppen valami buli után takarítottak. Most hát ilyen térbe úszott oszlopos terem az országban alig van, tudom én, 2-3 házba, tehát mondjuk azért jobban kéne odafigyelni. A kandalló tükörrel eltűnt, a könyvtárból az nincs már meg. És ez pedig, ez most a konyhának egy folyosója, itt volt, ezt már állítólag az Ibül tervezte, ezt a berendezést, ez is el van tüntetve. Ez viszont a Károlyi László, aki de itt gyerekeskedett, ő bérelt itt a gyerekotthont. A gyerekotthon kiköltözött nagy részt ebből a kastélyból, és ő bérelte ezt a részt, és nagy nehezen lassan összeszedtek különböző helyről a családi dolgokat, és hát gyönyörű szépen itt ki van állítva egy ilyen nagy galéria terembe. Ez a dolog. Egy része a dolgoknak a Sárospataki, nem a Sátoraljai Kórház pincéjéből került elő, mert a Füzéradványi kastélyban volt, de mivel ők kiköltöztek a Füzéradványi kastélyból, és az éppen szintén rám lett bízva, és én kezdtem el azt helyreállítani, kastélymúzeumá tenni, akkor volt egy tárgyalás, hogy vagy a kastélynak adják vissza, vagy a családnak, végül a családhoz került, és akkor idehozták így ilyen teljesen koszosan, szemetesen, és másnap jött a belügyminiszter, és mondták, hogy most megmutatják neki, hogy milyen, hogy bántak a dolgokat, de aztán én magam nekiálltam, és rendet csináltam, megmostam, meg mit tudom én, hogy nehogy úgy legyen már másnap. Na kérem szépen, hogy milyen módon lehet egy Biedermeier dolgot helyreállítani. Ez a gyulai Biedermeier cukrászda, ezt én állítottam helyre műemléki felügyelő koromban, méghozzá azzal a különleges meghatalmazással, hogy én vásárolhattam bele történeti bútorokat, de volt is benne. Ugye, tehát a 100 éves cukrászda. Híres, meg volt az alapberendezés, tehát volt egy 42 négyzetméteres sarokterem, de a két szoba ki volt meszelve mögötte. És kérem szépen, hát ezeket már mind én gyűjtöttem, 1820-30-40-es bútorok, tükröt, és a díszítő festést is föltártuk és visszafestettük, tehát itt tulajdonképpen mintát lehetett venni róla.
ez a kis szalon, egy 28 négyzetméteres, a vitrint azt a másik szobából áthoztuk, mert az benn volt egy átjáróba, ami kellett, ugye a fagylaltozott külön tettük. Ezt 1984 és 86 között lett helyre, illetve 86 júniusában nyitottuk meg, hát most lesz már 30 éve. Azóta is ilyen jó állapotban van, egyszer-kétszer rendbe tették még, de ugyanez. Hát, és hát ilyen reformkori vendéglátóhely nincs is, csak a Velencei Szent Márk téren, tehát se Ausztriában, sehol. Budapesten a Ruszfun van a várban, de az ennek a negyede méretű, tehát egy nagyon kicsi hely. Na itt kezdtük föltárni itten a díszítőfestést. Falon. Itt látszik, ebbe a sarok, ez lett lefényképezve, itt volt egy ilyen kimeszelt valami, a táblás parketta megvolt, és kérem szépen, ez lett belőle. És tulajdonképpen így kell az összes kastély, összes szobáját megcsinálni. És hát ebben ma is lehet ugye enni, nagyon finom egyébként, a kézműves cukrászda üzemelteti, de volt, amikor ajtószínházat csináltak, akkor így beállt az ajtóba egy színész, ugye a Nemzeti Színház kiköltözött mindig Gyulai Várszínházba nyáron, és akkor őtőlük kaptak embert, és valami 280 előadás volt itt ebbe annak idején. Hát ugye ez addig, ameddig a Kósa Zsuzsa volt a főnök, ez a Kósa László, kis magyar néprajz szerkeszti Kósa Lászlónak volt a testvére. Sőt, kértük meg arra, hogy ezt a cukrászdát vezesse, és akkor ezt a magas színvonalat produkálta. Hát itt van az ablak közé tükrök. Ez egy géporgona 1817-ből, és egy ilyen nagy szerkezet, 36 sípos, ezt is én vásároltam Budapesten annak idején. Ez az egy Biedermeier asztal volt meg eredetileg, és akkor emiatt lantlábú asztalokat gyűjtöttem. Meg voltak például ezek a divatképek. Ezt a gyümölcskép kompozíciót már én vásároltam, mert az volt a Ruszfunnak is, gondoltam, akkor itt is legyen. Ez is a lantlábú, ez is itt lett gyűjtve. Ezt Gyulán vásároltam, ilyen vízügyi mérnöki családtól. Tudni kell, hogy ott vagy 200 éve működik vízügyi mérnökség Gyulán. Tehát ugye az egész körösmenti vízigazgatóságot van, és ott is maradt. De Gyula azért érdekes, mert ugye elvitték a megyeszék helyet onnan, ezért megúszta a brutális átépítést, tehát egy olyan, nyáron olyan, mint Balatonfüred egyébként, de ugyanakkor ott maradt a megyei kórház az összes orvossal, a megyei bíróság ügyészség az összes jogásszal, és hát ott van a körösmenti vízigazgatóság az összes vízimérnökkel, tehát egy nagyon művelt, jó hely, Gyula. Az öntöttvas kályha az meg volt eredetileg, de ez most csak egy bemutató, tehát a gyulai cukrászdáról külön előadást is lehetne tartani, mert azóta se sikerült, hozzáteszem, nagyon sok hasonlót létrehozni, tehát akkor az egy nagyon szép ügy volt. A galambos lányka kép, azt is így gyűjtöttem, az egy Biedermeier attribútum, tehát a reformkori könyveken is az van, címlapon meg ilyesmi, tehát mondjuk ez a kicsit sovány lett ettől. Itt van a géporgona. Csillár is. A szomszédházban én csináltam az ország első polgárházmúzeumát is, egy teljes hagyaték meg volt. A megyeszékely köré csoportosuló értelmiségi családok szövevényeiből egy nagyon gazdag anyag. Nem is kellett venni semmit, be lehetett a 6 szobát rendezni mellékeiségekkel egyébként. Úgyhogy van egy családi interiőr örökség, és van egy közösségi. Ugye ez volt a megyei kaszinó, ugye itt volt a 48-ban, itt jöttek össze, tehát itt nagyon jó lehet egy Petőfi ünnepséget megtartani. Petőfi szobor egyébként itt van mellette, de a Petőfi a szomszédházban aludt is, tehát mondjuk ez a Gyula, ez ilyen. Na visszatérve akkor erre a bizonyos fóti dologra, itt a kastély mögött volt a narancsház, amit vissza kéne állítani, mert ez nagyon praktikus, a nagy lakodalmakra is lehet használni. Most ugye van benne egy vendéglő benne a dísztérsorban, ami rémes, mert hát, ha esküvőt tartanak, akkor felosztják a csapatot szakaszokra, azt nem szeretik, ha nincsenek egy szobába párral, ugye? Ugyanakkor meg a kastélyt nem lehet helyreállítani tőlük rendesen, tehát mondjuk valamit kell csinálni. Tehát itt van ez az a szárny, itt már istálló volt, mert ugye ez már a vasúti korszak után van, narancsházak addigra már befutcsoltak. És kérem szépen, ez a mai állapot, itt van elé egy tujasor ültetve, úgyhogy nehezen lehet látni. Úgyhogy csak ilyen
rézsutosan fotózható. De van egy analógia, ez például a Dégi kastélyhoz tartozó. Dégi is ugyanúgy a Műemlékek Államgyarnoksághoz került, és már azt is kezdik bemutatni. Ez egy kicsit korábbi, az 1815-ös, tehát ilyen Napóleon, poszt-Napóleonkori ilyen ampír kastély. Na, ahhoz tartozik ez a valami. Itt hozzáteszem, hogy egy kicsit átépítették, mert az eredeti nagy ablaka az így nézett ki, ugye ez a Dégi pálmaház. De azért mutatok egy-két olyan pálmázat a világban, amik vannak, illetve nem pálmáz, hanem ezek tulajdonképpen narancsházak voltak, csak szóval ez úgy van, hogy 12 fok alá megy kinn a hőmérséklet, akkor be kell vinni, mert különben megfagynak, és januárban terem a narancs. Ugye ez például egy angol példa. Ez a Kew Garden, a londoni botanikus kertben van, tulajdonképpen egy királyi park volt. Például ilyen nyáron ilyen kaszinónak használják, tehát ilyen kávézónak. Hozzáteszem, hogy ez úgy van, hogy nyáron ki vannak rakva a dézsás növények a kastély köré, és akkor üres, akkor lehet minden bulira használni, és akkor télen beviszik, hát attól függ persze mennyire. Na most kérem szépen, mi nálunk Eszterházán most állították helyre a narancsházat, ez a Bábszínház és a víztorony mellett van. Itt el is kezdték a, ugye ez a Bábszínház, ez a víztorony, és ez pedig a narancsház. El is kezdték narancsfákkal és citromfákkal betelepíteni, és hát kérem szépen itt van a belseje. De mindesetre szereztek neocaf székeket, ez nagyon jó, tehát 1780-es típusú székek, és hát itt különböző rendezvények vannak. Olyan szobrok vannak bent, amik eredetileg az épületnek a tetején voltak, csak kicserélték őket, mert ott szép elpusztulnának, és akkor újra faragták, és akkor ezek már így védettek. Egy narancs, citrom, stb. Bent, ez egy citrom, igen.